A Zsoltár szavával köszöntöm a gyülekezetet. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Újévi háladó Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltárunk első versszakát. A 8. Zsoltárunk így kezdődik, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket új év napján. Örülök, hogy sikerült felébredni. Nem tudom, kinek milyen hosszú volt a mulatság tegnap, de jó, hogy most itt vagyunk, és örvendezhetünk.
Istennek is együtt kezdhetjük az új évet. Mielőtt folytatnánk Isten dicséretét énekszóban, fohászképpen egy középkori latin himnuszt olvasok, illetve imádkozzuk ezt együtt, Caeli Deus Sanctissime. Egek szentséges Istene, ki tűzsugárral színezed a föld világos tájait, és szépségül fényt lehelsz reá, ki felgyújtod negyed napon a lángos napkorong tüzét, s törvényes utat írsz a hold s a kóbor csillagok elé, hogy napvilágot s éjszakát törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét. Űzd el a szívek éjjelét, mosd le a lélek szennyesét, vedd le a vétek kötelét s a bűntudat malomkövét. Engedd meg ezt, kegyes atya, s atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, mindörökkön uralkodó. Amen. Dicsérjük Istent énekkel, a 809. éneket keressük meg, és annak mind az 5 versszakát énekeljük. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Kezed minden bűnben, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Mert szívünkre eszmél, milyen nagy az Isten, erőfőség hatalom, fénye átjár minden. Jóság, hőség, kezed minden bűnben, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Igaz jóság irgalom, minden rendelése, csak az érti valóban, aki bízik benne. Jóság, hőség, kezed minden bűnben, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Soha el nem felejti hőség szövetségét, maga őrzi tartalja egybe gyűjti lépét. Jóság, hőség, szent minden bűnben, szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. Atya, fiú, szent lélek, enném lett a hála, csodálkozva boldogan, léped lesz ki, Atya. Jóság, hőség, szent minden bűnben, szent vagy, jó van, álljunk a mi segítségünk, újévi Isten tiszteletünk és egész esztendőnk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, szívünkben eléd leborulva szeretnénk téged magasztalni. Jó így kezdeni ezt az évet, jó az év első óráiban felemelni a te nevedet, dicsőíteni téged, szentnek, hatalmasnak, szeretőnek, igazságosnak és kegyelmesnek látni téged. Jó ezt megvallani, és jó ebben megerősödni most a gyülekezet közösségében is. Urunk, látod, hogy hányszor mondunk szívünkben megfogalmazott újévi fogadalmakat ezekben a napokban, az életünk különböző területeire, testi és lelki dolgainkra nézve, vannak nagy elhatározásaink, nekibúzdulásaink, amik lehet, hogy akár egy hétig is eltartanak. Ezért arra kérünk, hogy most
ne ezeket a vágyakat ébreszt fel bennünk, hogy milyen újévi fogadalmakat tegyünk, hanem mélyítsd el bennünk az elköteleződést és a hűséget. Mélyítsd el a szívünkben azt a vágyat, hogy szeretnénk ebben az évben is hozzátartozni, a te népedként élni. Szeretnénk téged keresni minden nap és minden pillanatban. Szeretnénk arra vágyni, hogy a te akaratod érvényesüljön az életünkben, a közösségeinkben. Mélyítsd el bennünk ezt az elköteleződést, és engedd, hogy ne a saját emberi teljesítményünkre fókuszáljunk, hanem a te kegyelmedre, a te erődre, arra az erőre, Jézus Krisztus, ami belőled jön, ami belőled fakad, segíts ehhez a forráshoz visszatalálni, és ennél a forrásnál élő vizet meríteni. Légy velünk, Urunk, és engedd, hogy most tudjunk a te igédre figyelni. Amen. Készünk az ige hallgatására, a 775. énekünket énekeljük. Hívjuk segítségül Jézust, aki a mi oltalmunk. 775. énekünk így kezdődik, Jézus a mi oltalmunk. Isten igét a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból olvasom, Jeremiás próféta könyvének 38. részéből, a kiosztott igéslapokon követhetitek ezt. Halott a Sefátyá, Mattának a fia, Gedaljá, Pasúrnak a fia, Jukal, Selemjának a fia és Pasúr, Malkiának a fia is, amikor Jeremiás ezt mondta az egész népnek. Ezt mondja az Úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja és élni fog. Ezt mondja az Úr, a babiloniai király hadseregének a kezébe fog kerülni a város és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak, meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen ez az ember a népnek nem javára, hanem a vesztére törekszik. Citkiá király így válaszolt, a kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Malkiának, a király fiának a ciszternájába, ami a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik udvarnoka, hogy Jeremiást a ciszternába vetették.
A király akkor a Benyámin kapuban tartózkodott. Ezért kiment Ebed-Melek a király palotájából, és így szólt a királyhoz. Uram, királyom, rosszul tették ezek az emberek, hogy így bántak Jeremiás prófétával, és a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhínség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolta az etióp Ebed-Meleknek. Vigyél innen magaddal 30 embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. Ebed-Melek tehát magával vitte az embereket, bement a királyi palotába, a kincstár alatt lévő helyiségbe, összeszedett ott régi és elnyűlt ruhadarabokat, és leeresztette azokat Jeremiásnak köteleken a ciszternában. Majd ezt mondta az etióp Ebed-Melek Jeremiásnak, tedd ezeket a régi és elnyűlt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá. Jeremiás úgy is tett, és akkor kihúzták Jeremiást a kötelekkel, és kiemelték a ciszternából. Jeremiás ezután ott maradt a börtön udvarában. Cidkiá király magához hívatta a Jeremiás prófétát az úr házának a harmadik bejáratához. A király így szólt Jeremiáshoz, akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj el semmit előlem. Jeremiás így válaszolt Cidkiának, ha kijelentést mondok neked, biztosan megöletsz, ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Cidkiá király ekkor titokban megesküdött Jeremiásnak, az élő úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy nem öletlek meg, és nem adlak azoknak a kezébe, akik az életedre törnek. Jeremiás ezt mondta Cidkiának, így szól az Úr a seregek istene, Izrael istene, ha kimégy a babiloniai király vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik föl ezt a város sem, életben maradsz házad népével együtt. De ha nem mégy ki a babiloniai király vezéreihez, akkor ez a város a káldeusok kezébe kerül, és fölperzselik, és te nem menekülsz meg a kezükből. De Cidkiá király ezt felelte Jeremiásnak, aggódom, hogy a káldeusokhoz pártolt júdaiak kezébe adnak, és azok gúnyt űznek belőlem. Nem adnak, szólt Jeremiás. Hallgass az Úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz és életben maradsz. De ha nem akarsz kimenni, megmutatta nekem az Úr, hogy akkor mi történik. Kivisznek minden asszonyt, aki itt maradt a júdai király palotájában, a babiloniai király vezéreihez, és akkor ezt mondják az asszonyok. Rászedtek. Hatalmukba kerítettek legjobb barátaid, és amikor lábad ingoványba merült, ők cserben hagytak. Feleségeidet és fiaidat is mind kiviszik a káldeusokhoz. Te sem menekülsz meg kezükből, hanem elfognak, és a babiloniai király kezébe adnak, ezt a város pedig felperzselik. Cidkiá ezt mondta Jeremiásnak. Senkinek sem szabad megtudnia ezeket a dolgokat, mert különben meghalsz. Ha meghallják a vezető emberek, hogy beszéltem veled, elmennek hozzád, és ezt mondják neked. Mondd el, miről beszéltél a királlyal. Ne titkolj el előttünk semmit, különben megölünk. Miről beszélt veled a király? Akkor te így válaszolj nekik. A király elé terjesztettem kérésemet, hogy ne vitessen vissza Jonatán házába, mert ott meghalnék. El is mentek a vezető emberek Jeremiáshoz, és kikérdezték. De úgy tájékoztatta őket, ahogyan a király megparancsolta. Azok aztán békén hagyták, mert semmit nem tudtak meg tőle. Így maradt Jeremiás a börtönudvarban egészen addig, amíg el nem foglalták Jeruzsálemet. Ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Ez Istenünk ígéje. Az egyházunk évről évre meghirdeti a különböző éveknek a programját, témáját, és a következő év, pontosabban ez az év, a 2024-es esztendő, az egyházunk döntése értelmében az élő ige éve lesz. A bibliaolvasó kalauz szerint sokan olvassuk a Szentírást, és jó, hogy együtt dobban a szívünk, és ugyanazt a történetet, ugyanazt az igét olvashatjuk, és néha nehéz történetek is elénk kerülnek. Ma például az új szövetség ige rész az a samáriai asszony története, olyan kézenfekvő lett volna azt választani, mennyivel kedvesebb történet így új évre. Nem mondom, hogy nagyon szeretem mindig a kihívásokat, de ebből most beleálltam, mert úgy éreztem, hogy Isten akar nekünk mondani valamit ezen a jeremiási történeten keresztül. Azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, hogy Jeremiás az ünneprontó, azért megkockáztattam egy zárójeles kérdőjelet a végére. Tényleg ünneprontó-e Jeremiás?
mi az, hogy ünneprontó? Ha egy szilveszteri bulit elképzeltek, vagy egy bármilyen családi eseményt, egy bármilyen közösségi összejöveteltől, azért vannak ott az emberek, hogy ünnepeljenek, hogy jól érezzék magukat, hogy kiengedjék a gőzt, hogy felszabadultan ünnepeljenek valamit, akkor senki sem szereti az ilyen rendezvényeken azt a figurát, aki az ünneprontó szerepébe beleáll, és elrontja mások kedvét, és kritizál, és beleköt a díszítésbe, a kajákba, az emberekbe, jobb esetben csak verbálisan, és érezzük azt, hogy az ő jelenlét az nem kívánatos senki számára. Jeremiás próféta sokak számára itt Izrael történetében csupán ilyen kellemetlenkedő figura, ilyen ünneprontó ember, aki egyedül marad a véleményével, sőt, mindig az ellenkezőjét mondja annak, amit a többség mond, egyedül van azzal, ami az Isten igéje és akarata, és idő után azt látjuk, hogy nézni sem bírják, és megpróbál kiiktatni, eltüntetni a föld színéről. Az év első napján, amikor háladó Isten tiszteletre gyűlünk össze, és megpróbálunk nekiindulni ennek az évnek, amit nem tudunk még, hogy mi vár ebben ránk, érdemes mérlegelni azt, hogy megelégszünk-e azzal, hogy néha-néha részünk van egy-egy felhőtlen buliban, ünnepségben, mint ahogy esetleg tegnap este is, ünneprontok nélkül, reménység szerint, vagy pedig van bennünk egy mélyebb vágyakozás, és szeretnénk részesei lenni a mennyei fesztiválnak, a mennyei ünnepségnek, amiben majd reménység szerint teljességben részünk lesz a mennyben, de aminek előízét kaphatjuk már a földön. Jelenések 19.9-ben így olvassuk, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Elége nekünk néhány földi buli, ami egyébként nagyon jó, és jó benne részt venni, különösen nem rontják el ünneprontók, de vágyhatunk egy valami többre is, és ebbe hív meg bennünket ennek az évnek a kezdetén Isten igéje. Biztos mindenkinek jó lesne azt hallani, hogy a 2024-es év az könnyebb lesz, mint az előző. Én nem vagyok futurológus, és nem, hogy távolra nem látok, de azt se látom, hogy mi lesz holnap, tehát nem bocsátkoznék ilyen jóslásokba, hogy mennyi lesz az infláció, a benzinár, hogy hogyan alakulnak a személyes körülményeink, hogy hány háború fog véget érni, vagy mennyi új fog esetleg kirobbanni. És ehelyett inkább arra gondoltam az igét olvasva, hogy gondolkozzunk el az egyháznak és az egyes keresztény embereknek a prófétai felelősségéről. Ha egy prófétának a történetét olvassuk, akkor nézzük meg azt, hogy az egyháznak, mint a választottak közösségének, és benne az egyes keresztény embereknek milyen a prófétai felelőssége ebben a világban, ahol nem tudjuk, mi vár ránk holnap, de ahol egészen bizonyos, hogy Isten igéjét képviselhetjük. Három dologról szeretnék beszélni, egyrészt a prófétai mélységnek a vállalásáról, másrészt az Isten igéjéhez való viszonyunkról, harmadrészt pedig a kegyelem megcsillanó jeleiről. A prófétai mélység vállalása, tehát ez az első. Csak röviden, hogy hol járunk a történetben, hogyha olvassátok a Bibliaolvasó kalauz szerint Jeremiás próféta könyvét, akkor valamelyest nyilván képben vagytok, de azért egy pár szóval szeretném ezt vázolni. Szóval a Krisztus előtti 7.-6. század fordulóján járunk Júdában, a déli ország részben. Cidkijá a király, aki Jósiásnak a fia, nem tudom, talán Jósiásnak a neve sokatoknak rémlik, ő kivételesen jó király volt Júda és Izrael történetében, akiről szinte csupán pozitívumokat tudunk meg a Bibliából. Ő volt az a király, aki a templom felújítása közben egyszer csak megtalálta a törvénytekercseket, és annyira meghatódott ettől, hogy összehívta a népet, felolvasták a törvény, mindenki sírásra fakadt, és valami megújulás kezdődött el a nép életében. Szóval Jósiás ilyen király volt. Na most Cidkijá ennek a Jósiásnak a fia, és totálisan az ellenkezőjét csinálja, mint az apja. És az ironikus, hogy Cidkijá neve azt jelenti, és ez egyébként egy felvett név, tehát nem ez volt az eredeti neve, Cidkijá felvesz egy nevet, és ez azt jelenti, Jahve az én igazságom. Tehát egy olyan király képzeljünk el, aki mindent csinál, csak nem az Isten igazságát képviseli. Ma ezt úgy mondanánk kicsit szúrósabban, vagy élesebben, hogy névleges keresztény. Tehát fölveszi magára azt a nevet, hogy én Isten embere vagyok, én Isten igazságát képviselem, de egyébként semmi köze nem volt Isten igazságához. Ő az utolsó király egyébként a dávidi
dinasztiában, és hát látjuk, hogy nagyon rossz fele mennek a dolgok az országban. Babilon seregei ott állnak Jeruzsálem falainál. Ez az alaphelyzet, amit a mai részben látunk. És Jeremiás próféta pedig következetesen mindig ugyanaz prófétálja. Ezt annyira szép látni, hogy akárhogy csűrik, csavarják a körülményeket, akár milyen börtönbe vetik, akár hogyan alakulnak a személyes körülménye, ő mindig következetesen ugyanazt hirdeti, ami egy meglepő profécia és tanács, és azt mondja, hogy aki a városban marad, az fegyver és éhínség és dögvész miatt fog meghalni, aki kimegy a káldeusokhoz, tehát az ellenséghez, az megmarad és életét ajándékul kapja, és élni fog. Szóval ő következetesen ragaszkodik Isten igéhez és akaratához. És ennek az a következménye, hogy börtönbe kerül, aztán onnan kihozzák, és engedélyezik, hogy a börtönudvaron legyen, tehát egy kicsit szabadabban mozoghasson. És ráadásul itt olvastunk még egy érdekes mondatot, ha figyelitek az 5. verset, Cidkiák király azt mondja a főembereinek, akik el akarják tenni lábalő Jeremiást, a kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Szóval ráadásul nem elég, hogy nem figyel Isten igére, de még egy gyenge kezű uralkodó is, akit dróton rángatnak marionett bábuként a főembere, és azt csinálnak vele, amit akarnak. És itt jön a prófétai mélységnek a vállalása. Mert hogy a 6. versben ezt olvassuk. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták a király fiának a ciszternájába, ami a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Ez a mélypont Jeremiás életében, ez a pillanat, amikor belesüllyed a ciszternának a mélyébe a sárba. Isten embere, aki következetesen kiáll az Isten akarata mellett, képviseli az Urat, egyszer csak a legmélyebb ponton egy üres vízgyűjtőnek, egy ciszternának az iszapos ajzatában belesüllyedve, félig belesüllyedve találja magát a sárban. És érzétek meg ezt a képet, hogy Jeremiás ott van a sárban, mert ez a szimbólum még egyszer elő fog kerülni a történetben, és egészen különleges módon. Szóval ott van Jeremiás a sárban. És akkor most vonjunk le néhány következtetést, hiszen ugye az első témánk az, hogy a prófétai mélység vállalása. Vonjunk le ebből néhány következtetést. Az egyik következtetés az, hogy Isten emberének lenni, prófétának lenni, keresztény emberként élni, vállalni az Isten akaratát, az egyházban, az egyháznak jelen lenni a mindenkori világban prófétai felelősséggel, ez nem feltétlenül jelenti a népszerűségi verseny megnyerését, sőt, legtöbbször nem azt jelenti. Néhányszor olvasunk ilyet az Új Szövetségben, amikor emlékeztek pünköskor, kiárad a lélek, és az apostolok révén csodák és jelek történnek, és azt olvassuk, hogy növekedett a gyülekezet, és kedvesek voltak az egész nép előtt. Tehát vannak ilyen nagyon minősített pillanatok, amikor az egyház népszerű ilyen értelemben, terjed az Isten igéje, és ez tetszik az embereknek. De az egész Bibliát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy rendszerint nem ez történik. Az egyháznak nem arra kell törekednie, hogy népszerűségi versenyt nyerjen. Sőt, sokszor, ahogy látjuk, vállalnia kell az egyháznak, az Isten népének és a keresztény embereknek, idézőjelben mondom, az ünneprontó szerepét. Hogy úgy kell belépni helyzetekbe, úgy kell jelen lenni a társadalomba, úgy kell belépni emberek életébe, hogy képviseljük Isten akaratát, és az nem lesz népszerű. Az visszatetszést fog kelteni, azt nem fogják szívesen hallani. Szóval ez az egyik, és kérdezd meg magadtól, hogy ezt vállalod el most a következő évre. Nem egy népszerű feladat, de vállaljuk-e a prófétai feladatot. A második következtetés, hogy nehéz idők jönnek. Hiszen Jeremiás próféta idejében is mondhatjuk, hogy nehéz időket élt az Isten népe és a próféta. De manapság a beszélgetéseinkben, itt a gyülekezetben is sokszor előkerül, hogy látjuk az utolsó idők jeleit. Földrengések jönnek, háborúk híreit halljuk, háborúk történnek, meghasonlások vannak, egymás ellen fordulnak emberek, antikrisztusi jelenségekkel szembesülünk, és kérdezgetjük egymást is, hogy ezek már azok a jelek? Sőt, Jézus leírja, vagyis elmondja, hogy amikor ezeket halljátok, akkor ne gondoljátok, hogy ez a vég. Talán a vég kezdete, de biztosak lehetünk azért abban, hogy ezek valamilyen tendenciát mutatnak. És nyilvánvalóan megy előre fele a történet, és amiről Jézus beszélt, az meg fog történni valamikor.
de mindenképpen ennek az előszelét érezzük. Nehéz idők jönnek. Az biztos, hogy az ősi, isteni rendnek a megroppantása, az igazság elferdítése, az igazságtalanság, a képmutatás, a keresztény embereknek az üldözése és elhallgattatása, ez mind-mind azt jelzi, hogy nehéz idők jönnek. Nehéz időkben élünk, és ez az év is ebbe a sorba illeszkedik bele. Nem tudjuk pontosan a körülményeket és a történéseket, de felkészülhetünk erre, hogy ha vállaljuk a prófétai mélységet és a prófétai felelősséget. Szóval nem népszerűségi versenyre törekszünk, nehéz időket élünk, és ebben kell prófétának lennünk, és a harmadik az, hogy a hitnek óriási szerepe van ebben a helyzetben. Nézzétek meg ezt a képet, hogy ki van lent és ki van fent ebben a történetben. Amikor Jeremiást bevetik, leengedik a ciszternába, akkor azt látjuk, hogy aki fönt van, az Cidkijá király, és mondom újra, az ő neve azt jelenti, Jahve az én igazságom. Egy ember, egy gyengekezű uralkodó, aki Egyiptom, Babilónia, és még ki tudja milyen birodalmak között politikai játszmákban örlődik fel, a főemberei dróton rángatják, gyengekezű uralkodó, és semmibe veszi Isten igét, de a neve az egyébként, hogy Jahve az én igazságom, ő van fent, meg az ő udvari emberei, meg mindazok, akik Jeremiást bedobják a ciszternába. És ki van lent? Jeremiás, a próféta, az Isten embere a legnagyobb mélységben. Milyen kontraszt ez? Ki van fönt és ki van lent? Lent a mélységben ott van Jeremiás, és ha már a neveknél járunk, az ő neve Jirmiahu, azt jelenti, és ebben olyan érdekesen jelenik meg az Isten gondolkodása és kegyelme, Jirmiahu azt jelenti, Isten felemel. A mélységben Jeremiás a legnagyobb mélyponton, a sárba süllyedve, ő még akkor is átélheti azt, hogy Isten felemel, hogyha ő van lent, és a király és mindenki más van fönt. Keresztényként, gyülekezetként, Krisztus egyházaként ebben a hitünkben erősödhetünk meg, mert ahhoz, hogy ezt Jeremiás elhiggye, hogy őt Isten felemeli a mélységben, ahhoz hit kell. Az egy hitbeli látás kell, hogy ne azt nézze, hogy de itt vagyok nyakig sárosan, itt vagyok megalázottan, senkinek nem kell az Isten igéje a legnagyobb mélységben, ahhoz hit kell, hogy az ember elfogadja, és valóságként élje meg, hogy Isten fel fog emelni. Nem emberek, nem vélemények, nem világi erők, nem hatalmak, nem politikai elkötelezettség az, ami felemel, és felemelheti az egyházat és a keresztény embert, hanem egyedül az Úr. Egyedül Jézus Krisztus. Akkor, hogyha prófétai felelősséggel mi pedig az Urat emeljük fel, ahogyan Jeremiás is ezt tette, lépésről lépésre, napról napra, minden börtöncellájában, minden mélységében az Urat magasztalta és az Urat emelte fel. Ehhez hit kell. Ez a hitnek a közege, az Isten országának a közege, amiben hitben fogadjuk el ezeket a valóságokat. Még ha minden ellentmond is ennek, amit a szemünkkel látunk. Új év előtt egy-két nappal uszodába mentünk, és olyan érdekes volt megtapasztalni azt, hogy a kezdeti nehézségek után nincs parkolóhely, fáj a térdem, hideg a víz. Tehát amikor ezeken a fázisokon túl voltam, és elkezdtem élvezni azt, hogy haladok, akkor azt tapasztaltam meg, hogy mennyivel másabb a víznek a közege, mint kint a parton létezni, ahol tényleg néha minden lépés, minden mozdulat fáj, vagy nehézséget okoz, testi-lelki problémák, de olyan jó, hogy van egy közeg, amiben lehet haladni, amiben az ember súlya sem számít annyira, hanem lehet előre haladni és leküzdeni a távolságot. És valahogy ezt a képet hoztál én, Isten, hogy ez a hitnek a közege, hogy belemerülök az Istennek az élő vizébe, belemerülök abba a közegbe, amiben megtapasztalhatom a hit valóságát. Haladok előre, és semmi nem akadályoz meg. És erre hív bennünket Isten Jeremiással együtt, hogy merüljünk bele a hitnek a közegébe, és higgyük el, hogy ő megment bennünket. Így jutunk tovább a következő üzenethez. Az Isten égéhez való viszonya a következő. Mert hogy miután Jeremiást kiemelik a ciszternából, és hát a részletekről majd kicsit később beszélek még, a börtön udvaron felkeresi őt Cidkijá király, és látszólag az Isten akarata felől érdeklődik. És ide hadd szúrjak be egy lábjegyzetet.
ugyanis még korábban a prófétai könyvben Jeremiás kicsit perel Istennel, és elmondja neki, hogy neki küzdelmei vannak ezzel a prófétai szereppel. És azt mondja Jeremiás 20-ban, csak egy-két részlet, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Az Úr igéje csak gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. De az Úr velem van, mint egy erős vitéz. Ezért elbuktak üldözőim, nem bírnak velem. Szóval Jeremiás küzd ezzel, hogy ő a próféta, neki kell Isten igét képviselni, és egyszer csak oda megy hozzá Cidkijá király, és látszólag tényleg az Isten akaratáról érdeklődik. És figyeljetek meg itt a 15. verset, Jeremiás válasza olyan, mint egy szellemi K.O. Tehát ott állnak a ringben, és egy mondatával kiüti a királyt igazából. Azt mondja, ha kijelentést mondok neked, biztosan megöletsz, ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Bang. Tehát Jeremiás nagyon világossá teszi azt, hogy nagyon szép, Uram királyom, hogy te ide járulsz elém, de hát én ismerlek téged. És tudom azt, hogy bármit fogsz hallani az Istentől, nem fogod elfogadni igazságként. Ha tanácsollak, az semmibe veszed, és egyébként meg ha a kijelentést mondom, az igazságot, akkor pedig kivégeztetsz, elteszel láb alól. És ez a válasz, ez nagyon kiózanító ránk nézve is. És amikor látjuk azt, hogy a próféta ilyen ünneprontó módon nyilvánul meg, ez nagyon, nagyon kiózanító és tükröt tart elénk, amiben mi is belenézhetünk most az új év első óráiban. És kérdezi tőlünk ez az ige azt, hogy vajon kell-e nekünk tényleg Isten igéje? Szükségünk van-e rá? Hogyan élünk vele? Hogyan élsz Isten igével? Hogyan használjuk azt? Mire használjuk? Önigazolásra? A saját elgondolásaink alátámasztására? Az életvitelünk, a döntéseink megokolására? Mert ha elég jól csináljuk, akkor bármilyen döntésünkre tudunk igét találni. Vagy a mások feletti ítélkezésre, amikor magunkat kihúzzuk, hogy mi különbek vagyunk másoknál, és számos igét találunk arra, hogy mások életét hogyan tudjuk elítélni, megítélni? Vagy horoszkópként? Nem érünk nagyon rá, de felütjük, és akkor, hó, de jó, hát ez pont rám vonatkozik, és akkor aznap az szerint próbálunk élni. Vagy gyorsan benyelhető fájdalomcsillapítóként, vagy ilyen táplálékkiegészítőként reggel beveszed a C-vitamint, és gyorsan még elolvasol egy igét is, hát ha segít. Vagy alibiből. Vagy amikor már túl vagy minden döntésen, már lejátszottál minden kört fejben, meg a szívedben, és egyébként már tudod, hogy mi a te akaratod, és te mit fogsz csinálni egy helyzetben, de azért úgy mellesleg alibiből, hogy meglegyen a pipa, azért belenézel az igébe is. Igazából nem befolyásol. Vagy svédasztalként, kaszinótojás, somlói galuska és pezsgő. Jó, ezek kellenek, ezek finomak, ezeket leveszem a svédasztalról. És biztos vannak finom igék, finom történetek, amiket szívesebben veszünk el az asztalról, és szívesebben emésztjük azokat meg, és könnyebb is velük mit kezdeni. És itt jön a kérdés, hogy vajon miért is nem örül Jeremiás Cidkijá megkeresésének? Miért ilyen ünneprontó megint? Hát, mert átlát rajta, látja a motivációt, és ez az, amit nekünk is vizsgálnunk kell, a motivációt. Azt hadd mondjam el itt rögtön, hogy ne értsétek félre, annyira öröm számunkra, hogy akár kevesebben, akár többen jöttök, jövünk a templomba, keressük Isten akaratát, részt veszünk csoportokon, házi csoportokon, bibliaórákon, imakörökön, próbálunk kapcsolódni egymáshoz, keressük Isten akaratát számos módon, ez nagy öröm. A prófétai felelősség azonban ott kezdődik, hogy az egyház, a keresztény ember, mielőtt bármit is mondaná ennek a világnak, mielőtt bármihez is hozzászólna és megnyilvánulna, különböző eseményekkel, jelenségekkel kapcsolatban, előbb odaborul alázattal, nyitott szívvel, bűnbánattal a mindenható Isten elé. És igazán nyitott szívvel így fohászkodik, ahogyan Sámuel, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És ha már a Samária asszont említettem, hogy az a mai újszövetség ége szakasz, akkor gondoljatok erre és erre a képre. Ő azért megy a kúthoz, hogy vizet merítsem. És Jézussal találkozik, az élővíz forrásával, a Szentlélek forrásával. És hogyha mi szomjat akarunk oltani, profétai felelősséggel ebben a világban, ha ott van benned ez az elköteleződés, hogy
hogy meg kell locsolni a száraz kerteket, hogy az Istennek az élő vizét és erejét és életét kell ajándékozni ennek a világnak, akkor gondolj arra, hogy először te siess oda az élővíz forrásához. Csak úgy tudunk vizet adni, ha mi magunk is ezzel a vízzel táplálkozunk. A prófétai mélység vállalása, ez volt az első, az Isten igéhez való viszonynak a tisztázása, ez a második, mindegyikben ott volt a prófétai felelősség, és végül a harmadik gondolat, a kegyelem megcsillanó jelei. A sötét ószövetségi történet, amit olvastunk, ünneprontónak mondott prófétával, akinek az életútja hát nem a legjobb a prófétasság mellett, ez meglehetősen kemény lecke most számunkra. Kicsit olyan Jeremiásnak a története, amin keresztül Isten bennünket is prófétasságra hív, mint hogyha nem a legjobb reklám szakemberek írták volna. Tehát mint az lenne benne, hogy kedves keresztények, gyertek, legyetek próféták ebben a világban, mik a feltételek, szeretet, ha nem hallgatnak rád. Jól esik, hogyha csak akkor hívnak, hogyha azt hirdeted, amit hallani akarnak? Szeretsz ciszternák mélyén a sárba süllyedve azon morfondírozni, hogy kellett ez nekem? Szereted ezt a fajta életvitelt? Akkor itt a helyed. Legyél te is az új prófétája. Legyél te is prófétai elkötelezettségű gyülekezet, egyház és keresztény ember. Nem annyira hívogató. És mégis az evangélium, a kegyelem, az Isten szeretete, Krisztus jelenléteme valamilyen különleges módon megcsillan ebben a történetben. És jó így kezdeni az új évet, hogy újra meg újra felfedezzük a mélységekben is a kegyelem megcsillanó jeleit. És befejezésül ezt szeretném röviden még elmondani nektek. Az egyik ilyen megcsillanó kegyelmi jel Jeremiásnak a neve. Már utaltam erre, de azért ezt domborítsuk ki külön is. Hogy az ő neve az, hogy Jirmé Jehu, ami azt jelenti, az Úr felmagasztal, az Úr felemel. Azt mondja Jézus a János 12-ben, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Krisztus a kereszthaláláról, a felemeltetéséről, a megdicsőléséről beszél, és azt mondja, hogy ha valaki felnéz rá, aki megdicsőült Úr, akkor ő felemeli azt. És Jirmé Jehu, Jeremiás próféta ezt tudja átélni. A hitvallásunkban a Heidelbergi KT-ban olvasunk arról, hogy Krisztusnak hármas tisztsége van, próféta, főpap és király, és a keresztény ember ennek nyomán, ha Krisztusról van elnevezve, keresztényként él, akkor ezt a három tisztséget megélheti az életében, és ebből az egyik a prófétai. A próféta, hogyha hűségesen vállalja a prófétai tisztséget egyházként, keresztényként, gyülekezetként Krisztusban, akkor számíthat az ő felemelő szeretetére. Bármilyen mélységből, bármilyen sárból, bármilyen megalázó helyzetből és reménytelenségből, amiben most vagy, ha vállalod a próféta felelősségét, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Isten felemel Jeremiáshoz hasonlóan. A második a váratlan segítség. Ezt nem részleteztük külön, de van egy jelenet a 7-től a 10. versig, vagy 10-valahányadik versig, hogyha belepillantotok az igében, egy Ebed Melek nevű emberrel találkozunk. Ebed Melek egy etióp származású, feltetően eunuk főember volt, a királynak az egyik vezetője, vagy embere, és amikor nem volt senki, aki kiállt volna Jeremiás mellett, akkor ez az idegen származású ember volt, hogy az, aki azt javasolta a királynak, hogy ezt ne tedd a prófétával. Valamit könnyíts a helyzetén, és akkor történik meg az, hogy a ciszternából felemelik őt, és újra a börtönudvarra kerül. Amikor nincs senki, aki az Isten népe közül mellé állna Jeremiásnak, akik egyébként hivatalosan kellene, hogy ismerjék az Isten égét, és kellene, hogy tudják, hogy a próféta az nem a levegőbe beszél. Akkor egyszer csak jön egy idegen ember, és ő lesz az, akit Isten odaküld Jeremiás segítségére. És hogy előre nézünk erre az évre, akkor erre bátorítlak titeket, keressétek az Isten kegyelmének ezeket a jeleit. Amikor számítunk hivatalos segítségekre, valakire, valakikre, valamilyen körülményre, amire úgy lehet számítani, ami úgy benne van a pakliban, de aztán nem lesz benne a pakliban. Isten akkor is gondoskodni fog arról, hogy valaki, akire nem számítasz, odajöjjön, és kihúzzon a mélységből, a ciszternából, és segítségedre legyen. Ez is a kegyelem jele, mint ahogy a következő is. Az igénk utolsó mondata, nézzétek meg a legutolsó mondatot, így maradt Jeremiás a börtönudvarban egészen addig, amíg el nem foglalták Jeruzsálemet. Ott volt
amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Én sokszor elolvastam ezt az legutolsót. Ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Van ennek egy szomorú olvasata. A szomorú olvasat az, hogy Jeremiásnak végig kell nézni, hogy amit jövendőlt, az bekövetkezik. És hogyha egy kicsit emberi módon viselkedne, akkor még oda is szúrhatna párat, hogy én megmondtam, mint csodálkoztok. De nyilván nem ezt teszi. Nem hallgattak rá, és jön a tragikus vég, és neki végig kell nézni, hogy az történik, amit egyébként Isten megmondott, de senki nem hallgatott rá. Tehát ez a szomorú olvasat, hogy Jeremiás ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. De van egy felemelőbb olvasata is, ez a kegyelemnek az olvasata. Ez pedig az, hogy Isten nem hagyja magára a süllyedő hajót. Hogy Isten nem fordítja le tekintetét erről a városról, erről a közösségről, akkor sem, amikor nem figyelnek az igére. Mert ott van Jeremiás próféta, és rajta keresztül ott van az Istennek a jelenléte, az Isten igéje és akarata. A rómjaiba vesző várost is meg akarja tartani Isten. A hanyatló kultúrát, az Isten nélküli életet választó társadalmat, az önmagát felszámoló háborúkkal és környezetpusztítással felszámoló társadalmat és emberiséget is. Isten meg akarja áldani azáltal, hogy ott tartja a prófétát, az egyházat, a gyülekezetet ebben a világban. Hogy nem veszi ki belőle. Jeremiás ott van, és látja a pusztulást, de a lényeg, hogy ott van, hogy jelen van ebben a környezetben. Ábrahámnak azt mondta Isten, megáldalak és áldás leszel. Jézus azt mondta, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten jelen van ebben a világban, Krisztus jelen van rajtunk keresztül is, és ez a prófétai felelősségünk, kegyelmi jele. És végül az utolsó, amit még szeretnék megosztani veletek, ez a bizonyos sár szimbólum. Említettem, hogy újra előkerül a történetben. Ha nézitek a történetet, akkor a 6. versben olvassuk, hogy a ciszternában nem volt víz, csak sár, és belesüllyedt Jeremiás a sárban. A 22. versben kerül elő újra a sár, nézzétek, amikor Jeremiás prófétál Cidkijá királynak, hogy mi fog történni, ha nem figyel rá. És azt mondja, hogy a proféciában egy képet lát, azt mondja, hogy jönnek ki az asszonyok, viszik ki az asszonyokat a palotából, és ők ezt fogják mondani a királynak. Rászedtek, hatalmukba kerítettek legjobb barátaid, és amikor lábad ingoványba, Károli szerint sárba, akkor lábad ingoványba merült, ők cserben hagytak. Tehát mit látunk, hogy Jeremiás bele lehet dobni egy kútba, aminek az alján sár van, és belesüllyed a sárba, és Isten mégis felemeli őt. És a királynak a lábai úgy süllyednek bele az ingoványba és a sárba, hogy ez egy szellemi ingovány, és ez sokkal pusztítóbb, amiből nincsen kiút itt a király számára, mert nem figyel az Isten igére. De hol van itt a kegyelem megcsillanó jele? Dávid király, akitől egyébként Cidkijá is származik az uralkodóházban, a 40. Zsoltárban, ahogy a beköszöntésben is hallhattátok, így énekel. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. A legnagyobb kegyelem maga Krisztus a kőszikla. Bármilyen sárba és ingoványba és pusztulásba is süllyedni látszik az életünk, a próféta, a keresztény ember, az egyházi gyülekezet élete, abban bízhatunk, hogy Isten kivon ebből bennünket, felemel, sziklára állítja a lábunkat, és Krisztusban enged meggyökerezni bennünket. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a prófétai felelősségünkben erősödjünk meg ebben a világban, 2024-ben, és legyen a lábunk szilárd talajon, Jézus Krisztusba gyökerezve. Ámen. Mondjuk el az Úrnak csöndben magunkban az imádságainkat.
Úrunk, hálát adunk neked, hogy a te néped vagyunk, és köszönjük, hogy ezen a nem könnyű történeten keresztül szeretnél üzenni nekünk az új év kezdetén. Hálásak vagyunk azért, hogy egy új életszakasz kezdődhet az életünkben, lapozhattunk egyet a naptárban, és sok minden változik körülöttünk, és bizonyára fog is ebben az évben, de köszönjük, hogy te nem változol, te ugyanaz vagy, rád mindig lehet számítani, és te ugyanazt a küldetést bízod most is ránk, mint amit Jeremiásra, hogy egyházként, gyülekezetként, keresztény emberként képviseljük a te igédet, igazságodat, és szeretetedet, kegyelmedet is ebben a világban. Urunk, segíts krisztusi módon élni, hogy ne csak a nevünkben legyen ott, hogy keresztény, hanem valósággal is meg tudjuk ezt élni. Urunk, imádkozunk ezért a világért, ami körbevesz bennünket. Imádkozunk a családtagjainkért, a környezetünkben élőkért, szomszédainkért, munkatársainkért. Imádkozunk a gyerekekért, fiatalokért, akik előtt nagy út áll, és sok mindenre hívod őket. Imádkozunk, Urunk, a közösségünkért, a gyülekezetünkért, az előttünk álló tervekért, feladatokért, szolgálatokért, és könyörünk azért, hogy légy a betegeinkkel, gyógyítsd őket. Engedd, hogy ebben az évben hadd láthassunk újra csodákat, ahogyan te cselekszel, hatalmas erőddel, karoddal. Küldj bennünket ebbe a világba, tarts bennünket itt, a környezetünkben, és engedd, hogy áldással lehessünk, téged képviselve, prófétai felelősséggel. Amen. Nyertek, most fennállva imádkozzunk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük nemzeti imádságunkat. Fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel hívogatunk mindenkit a szokott rendszerint a gyülekezeti alkalmainkra, a csütörtökön biblióóra, pénteken ifi lesz, vasárnap istentisztelet, gyerekistentisztelet és este konfirmációs óra is várható már. Hirdetem az adakozást, hálásak vagyunk a testvérek elkötelezett hűséges adakozásáért, amivel segítik a gyülekezetünk életét, illetve azt is, hogy a gyülekezetünkön túlnyúlva is tudjunk szolgálni és segíteni rászorulóknak, például hajléktalan testvéreinknek. Isten áldjon meg benneteket az új évben is az adakozás szolgálatában. És most pedig hallgassuk meg Mikus Dezső főgondnok úr újévi köszöntőjét.
Elmúlt ismét egy esztendő. Volt, akinek bánatot, bajt, gyászt okozott, másoknak vigasztalást, örömöt, boldogságot. A Heidelbergi K.T. első kérdésére adott válaszba olvashatjuk, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszám sem hullhat le a fejemről. Ebből tudhatjuk, hogy akár rossz, akár jó történik velünk, az Isten tudtával és akaratával történik. A Jób 2.10-ben az áll, hogy ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Biztatásul idézem a 42. Zsoltárunk 3. verszakának egyik sorát. Bízzál Istenbe, nem hágy el. Legyen ez a vigasztalásunk, és erősítsen meg bennünket. Bódás János újévi jókívánság című versének első verszaka így hangzik. Azt kívánom én, ez új évben minden szép terv sikerhez érjen. Aki itt él, s fáradt serényen, mindenkinek jó dolga légyen. Én is azt kívánom, hogy a gyülekezetünk szép terve, az új gyülekezeti központ építése sikerhez érjen a következő években, és a gyülekezet minden tagjának jó dolga legyen ebben az évben. Magam is a presbitérium nevébe kívánok mindenkinek jó egészséget, és Istentől megáldott boldog új esztendőt. Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Köszönjük szépen, főgónok úr, köszöntését. Tegnap este is elhangzott, már Simon felolvasta, de én is megteszem most a gyülekezetünk életének néhány eseményét, ilyenkor szoktuk hirdetni. Ezt teszem én is, 11 testvérünktől búcsúztunk tavaly a ravatalnál, hirdetve a feltámadás evangéliumát. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. 15 testvérünk részesült a keresztség szentségében, Jézus Krisztus missziói parancsát gyakorolva. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 19 fiatal testvérünk tett konfirmációs fogadalmat, akikre Pál apostol szavaival kérünk most is áldást, a rád bízott drága kincset őriz meg a bennünk lakozó Szentlélek által. 5 pár kért áldást az Úrtól házasságára, rájuk az apostol bátorításával gondolunk, éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket. Hívogatunk benneteket most a gyülekezeti teremben egy rövid szeretetvendégségre, ami igazából köszöntés, egy kocintás. Kérünk benneteket, ha tehetitek, tényleg szálljatok rá erre pár percet. Ott már nem fog több beszéd elhangozni, ígérhetem. Egyet fogunk énekelni, és utána pedig egymást köszöntjük, kocintunk, és így kérünk áldást egymás életére. Az záró énekünk pedig a 434. ének, ami egy különleges ének, hiszen egyszerre karácsonyi és újévi dal, úgyhogy ezt fogjuk énekelni, a 434. dicséretet, megszületett a mennyei király. Megszületett a mennyei király, üdvözítőnek itt mond az angyal. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk. Régen megírták ezt a proféták, hogy fiat szül majd egy nemes virág. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk. Szűz Máriától gyermek születék, de szent lélektől ő fogantaték. Új esztendőben
mi végadjunk. Született Jézus, mi imádjuk. Nagy hatalmas lett e kisded gyermek, megtöretének sok ellenségek. Új esztendőben mi vigadjunk. Született Jézust, mi imádjuk. Győzedelmet vett a kárhozaton, győzedelmet vett örök halálon. Új esztendőben mi vigadjunk. Született Jézust, mi imádjuk. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk, kiknek e gyermek lészen oltalmunk. Új esztendőben mi vigadjunk. Született Jézust, mi imádjuk. Adjunk nagy hálát az Úr Istennek, és üdvözítő Jézus Krisztusnak. Új esztendőben mi vigadjunk. Született Jézust, mi imádjuk. Dicsőítessék a Szent Háromság, adja mi nékünk szent ajándékát. Új esztendőben mi vigadjunk. Született Jézust, mi imádjuk. Bíz újra életet Krisztussal, áldott új esztendőt mindenkinek, áldás békesség.